A tiszafüredi nyugdíjas pedagógusok baráti köre október 4-e és 6-a között egy ausztriai kiránduláson vett részt. A kör tagjai érdekes témával ismerkedtek az út során, a történelem és a zene jegyében keresték fel az Eszterházi, a Liszt Ferenc és a József Haydnhoz kapcsolódó emlékhelyeket. A kirándulásról Szincsák Miklósné, a baráti kör tagja készített összefoglalót. A történelmi séta a szomszédos Burgenlandon, az Eszterházi tündérbirodalomban kezdődött, melynek hercegei a 16. század elejétől mesés műgyűjteményeket, kincseket, zenei műveket, maradandó értékeket gyűjtöttek, vásároltak és őriztek meg. A restaurálási munkák, a tudományos kutatások, a családi ékszerek közzététele azt eredményezte, hogy ezeket a kincseket a világ minden tájáról érkező látogatók és a szakma képviselői is megismerhetik. A csoport első állomása a Soprontól mindössze 15 percnyi autóútra fekvő Doborján, az úgynevezett Liszt centrum volt. Doborján egy kis falu Ausztriában. Liszt Ferenc 1811-ben itt látta meg a napvilágot, az akkor már az Eszterházi családhoz tartozó nemesi birtok tisztartói házában. Az egykori majorsági központ ma múzeumként működik, Liszt Ferenc szülőháza kiállításnak ad otthont. A szülőfalu büszke a híres komponistára, az utcákon különböző tárgyak vannak kiállítva, melyek Liszt életútját mutatják be. A főutcán egy óriási Bösendorfer zongora áll, egy pavilonban egy piros gombot megnyomva Liszt muzsikája csendül fel. A Liszt család egykori házában a múzeum állandó kiállításán találunk fotókat Liszt Ferencről, családjáról és a szerelmi kapcsolataiban szereplőkről, szülei, gyermekei is megismerhetők itt. Látható Liszt Ferenc zongorája, keresztelő kútja, személyes tárgyai, kottái, és felcsendülnek a szerző zeneművei is. Doborján egy koncertelmet építetett a szülői ház mellé, amely 2006-ban nyílt meg. Minden év őszén Liszt Ferenc műveiből összeállított koncerteket rendeznek ezen a helyen. A falu patakja mellett egy park található, ahol egy 1967-ben felállított fehér márvány mellszobor őrzi Liszt emlékét. A szobor Ricardo Bremer alkotása. A csoport lakompakba indult tovább. A kisváros híressége az Eszterházi család egyik legrégebbi rezidenciájaként ismert reneszáns stílusú kastély. Az épület végleges formáját Eszterházi Miklóstól kapta 1618-ban. Leglátványosabb része az árkádos kastélyudvar. Főkapuja felett egy Eszterházi címer és egy 18. századi Mária szobor áll. A kastély mellett az egykori gazdasági szányban egy természettudományi múzeum található, amelynek állandó kiállításán a természet sokrétűségét, a vadászat fejlődését láthatjuk. Egy arborétumban megismerhetők a hazai és egzotikus fafajták. A kastélyben található Taródi Mátyás kapitány márvány emlékműve, aki az 1620-as lakompaki csatában esett el. Ennek a csatának a következtében építette át Eszterházi Fraknó rozzant várát erődté. Ennek eredményeként Eszterházi Miklós és fia Pál herceg kincseskamrája évszázadokon át sértetlen maradt. Fraknó község nevezetessége a vár, ez a hatalmas erődítmény. A 14. században a nagymartoni grófok építették. A 17. század óta az Eszterháziak birtokában van, ma már Burgenland jelképe. A vár belső udvara barokk freskókkal borított, a belső udvar közepén Eszterházi Pál herceg lovas szobra áll. A Vármúzeumban három állandó kiállítás várja a látogatókat, ezek közül a csoport a Hősök, Harcok, Zsákmányok című tárlatot tekintette meg. Ebben látható az Eszterháziak egyedülálló fegyver és műgyűjteménye, portrék és festmények, valamint a családfa. Az egyedülálló ezüstbútor gyűjtemény a kiállítás fénypontja. Egy, a mennyezeten függő krokodil is ijeszgeti a látogatókat. Az állat egykor a család háziállata volt, szabadon sétálgatott az udvaron, mint különleges házőrző. Az Eszterházi család számos birtoka és kastélya közül az egyik legismertebb a Kismartoni kastély. Kismarton Burgenland fővárosa. Az Eszterházi kastély fényűzően berendezett termeiben és a szépen gondozott parkban megelevenedik a hercegi múlt. A barokk kastély ma kulturális rendezvények helyszíne is. A történelmi séta egyik csúcspontja volt a termek és a kastélypark meglátogatása. A kastély különleges atmoszférája több mint 40 éven keresztül kiemelkedő zenei alkotásokra inspirálta József Haydn.
A róla elnevezett terem ma a világ egyik legszebb és legjobb akusztikával rendelkező koncertterme. 2010-től az Esterházy Alapítvány kezeli a kastélyt. A kastélytól nem messzire található Joseph Haydn lakóháza, amely ma múzeum eredeti bútorokkal, tárgyakkal van berendezve. Az állandó és időszakos kiállítások 300 év zenei történetét mutatják be, átfogó képet adva Haydn munkásságáról, magánéletéről. A múzeumban magyar nyelvű feliratok is segítik a tájékozódást. A Haydn templom, más néven Szűz Mária látogatása, egy zarándok templom. Alatta található a zeneszerző síremléke. Ez egy fehér márvány szarkofág, amelyet a császári himnusz kezdőjegyei díszítenek. Egy egyedülálló kálváriát is megismertek a kirándulók, amely egy mesterséges dombon épült. Belsejében barlanghoz hasonló folyosókkal szabdalt kálvária található. A kirándulás utolsó állomása Loretton települése volt. A község Lorettói kápolnájáról van elnevezve, az pedig az olaszországi Lorettóból származó kegy szoborról. A fekete szobrocskát, a fekete Madonnát ugyanis Olaszországból hozták. A kegy templomhoz egy szép legenda, Nádasdy Ferenc országbíró lányának története fűződik. A lányt menyegzőjén villámcsapás érte, ezért édesapja egy kőkápolnát építetett ezen a helyen. A templomban lévő Lorettói Mária szobor öltöztethető és meg van koronázva. Búcsú ünnepe augusztus 15-e, Mária mennybevételének ünnepe. Itt, Lorettonban fejeződött be a tiszafüredi nyugdíjas baráti kör ausztriai kirándulása.